Jó estét kívánok! Állítólag megint eljött a fejvadászok ideje, mert a cégek egyre nehezebben találnak menedzsereket és más embereket. Úgyhogy azért is hívtam Pintér Zsoltot, aki régi vendégünk, hogy tényleg így van, hogy megint jobb lett a fejvadászoknak? Jó estét kívánok! Hát reménykedjünk benne, hogy jobb lesz. Hát 2008 előtti időköz képest szerintem azért még legalább 5 év kell, vagy 6 év, mire azt a szintet elérjük. Ez olyan, mint a gépjárműveknél, hogy mondják, hogy legalább 10 év, mire a 2008 előtti színvonalat elérik. Mert nyilván hát annyi befektető azért továbbra se jön az országba. Ez egyszerűen abból fakad, hogy bizonyos helyeken már megindult valamiféle mozgás. Részben ugye a belső piacfejlesztésnek se következtében, hogy közgazdászok szeretnek, valahol én nem tartom magam közgazdásznak, mert diplomatákat, ugye a nemzetközi kapcsolatosokat bocsinált a közgazdásznak tekintették, de ugye azt szokták mondani a közgazdászok, hogy a belső fogyasztásra alapozott fejlődés az nem igazán megalapozott, mert sokkal jobb az, mikor ugye exportra termelünk, illetve ide is jönnek termelő cégek. Én azt látom, hogy még messze nincs a Kánaán, tehát nincs az, hogy a korábbi egészen 1990-től folyamatosan megvalósuló évente 20 milliárd dolláros működő tőke beáramlás, ami bejött, ha tört, ha szakadt, ugye? Az most messze nincs. Jó, meg. Nem jönnek új befektetők, ezt tudjuk, megtapasztaljuk. Viszont nagyon sok szakember, és főleg a fiatalok viszont kimentek Németországba, Ausztriába, Angliába, és a cégek ezért panaszkodnak, hogy nincs utánpótlás bizonyos szakmákból. Bizony, mérnököknél, tehát hogyha magasan kvalifikáltakat nézzük, a magasan és közepesen kvalifikáltak közül mondjuk CNC esztergályos, aki programozni is tudja a CNC berendezést, tehát nyilvánvalóan ebből nagy hiány van. Ez így van. Tehát, vagy erőmunkások úgynevezett, tehát művezető alatti szinten, mert aki kvalifikált munkás szinten is, és ma már azért németül elég jól elboldogulnak az emberek, azok mennek ki Németországba. Ja, hogy csak egy példát mondja, 2 hete voltam Keszthelyen, és ott mesélték, hogy 5000 ember, tehát abból a munkaképes lakosságban 5000 ember van külföldön jelenleg, Keszthelyből, ami egy kisváros. Így van. Hát összesen aztán 500 000 magyar dolgozik külföldön. Nyilván ezt hiányolják itt Magyarországon, és ez nem csak az egészségügyre vonatkozik, hanem nyilvánvalóan a műszaki pályákra, műszaki területekre is. Jó, ugye most legutóbb arról beszéltünk, hogy végül is hogyan történnek az állásinterjúk, és milyen meglepetések érhetik azt, aki bejelentkezik egy állásra. És ott hagytuk abba, hogy tulajdonképpen, amikor azt kezdted volna elmesélni, hogy milyen fontos, hogy utólag, aki jelentkezett egy bizonyos állásra, és már volt interjún, kielemezze azt, hogy mi történt, és utána levelet is írjon azoknak, akikkel ott beszélt. Na, elsősorban azt szeretném mondani, hogy én ezt az állásinterjút nagyon nem szeretem. Tudom, hogy a könnyebb ellenállás irányába érdemes mozogni, az én gyerekeim is használják a véletlenszerű helyett a randomot, rosszul vagyok tőle, tehát van erre szép magyar kifejezés, felvételi beszélgetés. Mostani amerikai filmekben is látom, amikor helyesen fordítják a job interview-t, és felvételi elbeszélgetésnek hívják, mert ez a hivatalos neve. Tehát nem szeretem ezeket az angol tükörfordításokat, németet se, de mindegy. Lényeg a lényeg, hogy visszatérve, én semmi újat nem mondok ezzel kapcsolatban a könyvemben sem, ott is hivatkozok rá, és többször elmondom, hogy tulajdonképp a nagy menedzser guruk, akik hát elsősorban általános menedzsment és részben alkalmazott közgazdaságtanban mondtak még a 90-es évek elején, ugye akkor induló volt szocialista országokban valami újat, ugye ilyen volt például Harvey McKay, a cápák közsértetlen, vagy a kapitalizmus iskolája, ugye eredetileg Swimming with the Sharks and Being Eaten Alive, ugye? Ez volt az eredeti címe, tehát elkerülve, hogy felegyenek minket a cápák, és nagyon jól fordították, hogy cápák közsértetlen, vagy a kapitalizmus iskolája, és abba ugye kitekint a marketingre, kitekint a vevőszolgálatra, nagyon sok mindenre, és ő írja azt, hogy amikor egy üzleti tárgyalásra elmegyünk,
akkor nagyon fontos, hogy a potenciális üzleti partnernek minél előbb, általában egy-két napon belül visszajelezzünk. Na most nyilván, ahogy fejlődik az elektromos vagy elektronikus levelezés, nyilván az ember már e-mailben is vissza tud jelezni. Habár megmondom őszintén, még most is számtalan önéletrajzot kapunk postai úton, tehát nem e-mailben, mert hogy arra jobban odafigyel az ember. Tehát azt úgy mindig azt úgy elrakom, jó, hú, erre most reagálni kell. Tehát nincs az, mint az e-mail, hogy aztán elfelejtem, nem szóval tudom, nem foglalkozom. Van még a postai küldemény tisztelete? Az meg igen, tehát én azt mondom, hogy egy szépen megformázott postai levél, amiben annak címzem, akivel tárgyaltam, és adott esetben megírom 5-6 mondatban, hogy összefoglalom, hogy röviden miről tárgyaltunk, hogyan állapodtunk meg, nagyon röviden én mit tudok nyújtani, mi az a szolgáltatás, és akkor ezt mutatis mutandis alkalmaztam én a karrierépítésre, jobban mondva vagy életpályatervezés, karriermenedzsment álláskeresés című tantárgyamra, ami gyakorlatilag a felvételi beszélgetés után, ami ugye egy üzleti tárgyalás, akárhogy nézzük, ez egy üzleti tárgyalás, és az üzleti tárgyalás után teendők azok, ami minket meg fog különböztetni azoktól, akik ezt nem teszik meg. Tehát tárgyalnak mondjuk 5 emberrel, és az 5-ből lehet, hogy csak mi leszünk az egyetlen olyanok, akik visszajelzünk, és azt mondjuk, hogy kérem, köszönöm szépen, hogy megtiszteltek, és tudtunk beszélni. Erről és erről tárgyaltunk. Ez ugye arra inspirálja őket, hogy átgondolják, hogy ez az ember ez jól értette, amiről ott beszéltünk, jól megértette, amit mi szeretnénk, tehát mondjuk egy álláskeresőtől, egy potenciális munkavállalótól. Megértette, hogy mi a feladat, megértette, hogy mi van, emlékeztet minket arra, hogy mik azok az előnyök, amiket ő ebben a munkakörben számunkra tud nyújtani, soha ne felejtsük el, hogy ugye mindig valami előnyt keresnek a munkáltatók a potenciális munkavállalóknál, tehát hogy mi az a plusz, amit nekünk ő tud nyújtani a leendő munkakörben, és ezeket csak úgy 3-4 slágvortban kiemelve, megértettem, hogy mi a feladat, ebbe és ebbe maradtunk. Ha adott esetben abban maradunk, hogy visszatérünk a dologra, mert például azért nem beszélgettünk még úgy igazából a jövedelemről, mert én azt mondtam, nagyon helyesen ezt szoktam tanácsolni, hogy ez most egy iniciális találkozó, amin valamennyire megismerjük a leendő munkakört, megismerjük az illetőt, és utána tudunk arról dönteni, hogy ebben a munkakörben, figyelembe véve a piaci viszonyokat, milyen jövedelemről lehet beszélni. Most ezt megismétlem, és azt mondom, hogy én nyitott vagyok, tudunk erről tárgyalni, stb. Tehát kvázi föntartjuk az érdeklődést, mind a magunk részéről, meg hát reméljük, hogy a... Szóval ez nem tűnik tolakodásnak, nyomulásnak? Ha nem, ez egy udvarias emlékeztető. Ez egy udvari, régen ez teljesen természetes volt, tehát a diplomáciában is, hogyha lefolytattunk egy tárgyalást, akkor készítettünk erről egy emlékeztetőt, és ezt az emlékeztetőt általában megküldtük a partnernek is, ő ezt tudomásul vette vissza, visszajelezte, tehát hogy ne legyenek félreértések, vagy hogyha van egy félreértés, akkor azt megkérem, hogy legyen olyan kedves, és akkor írja meg, mert lehet, hogy ezt nem jól értettem. Jó, tehát ha te azt mondod, hogy ennek van jótékony hatása, akkor ezzel azt is mondod, hogy nem döntöttek rögtön a felvételi beszélgetések után, hanem eltelik egy kis idő, mire döntést hoz a így cég. Így van, általában ez így szokott lenni. Vannak olyan cégek, amelyek nagyon gyorsan döntenek, annak ellenére, hogy a francia menedzsmentet sokan nem tartják olyan, hát nem azt mondom magas szintűnek, azt mondom kicsit másnak tekintik, mint az amerikai menedzsmentet. Ennek ellenére sok francia cégnél azt tapasztalom, hogy 3-4 napon belül döntenek adott esetben, és bizonyos amerikai cégeknél, nagy multiknál meg azt látom, hogy néha elhúzódik egy hónapig is a döntés, hogy most akkor mi legyen, mert még a központ engedélyeztetni kell, meg ezt kell, meg azt kell, és ugye megy az idő. Tehát gyakorlatilag én inkább azt látom jelentőség, tehát nem tolakodás, inkább egy összefoglalója ennek a megbeszélésnek, és magának a kommunikációnak a fenntartása tulajdonképp. Na most nyilván az a legjobb, én magam
26 éves pályafutásom alatt fejvadászként, ugye körülbelül 3-4 olyan eset volt, hogy ide jött a legnagyobb olasz kozmetikai cég, most nem tudom, jó fejeztem ki magam, illatszer cég, mint az Azur volt régen, ha még a kedves nézőknek, talán az érettebb ifjúság képviselőinek ez még mond valamit. Ugye az Azur, az volt a legnagyobb kozmetikai cég, bolthálózat, stb. Stb. És hát ha emlékszel, ott a Csanádi utca sarkán, ugye a nagy Azur volt, meg mit tudom én. És lényeg a lényeg, hogy Olaszországban van is szintén egy hasonló, Guabernek hívják, és ők forgalmazzák többek közt ezt a japán szúnyogírtó, vagy hogy hívják ezt a vape, vagy vape, attól függ. És hát ez nem egy piskóta cég azért, tehát körülbelül 10-szer akkora, mint az Azur, ugye egész Olaszországban. És itt volt a tulajdonos, a Gualandi úr, mert hogy Guaber, abból jön Gualandi, és mit a Bertone. És a Gualandi úr, és ült ott az irodán, nagyon tetszett neki az én kandalló, meg minden. És akkor bejön a második jelölt, vagy már az első, nem tudom, beszél vele negyed órát, 20 percet, mi hagytuk, hogy ők ott nyugodtan beszélgessenek. Mr. Pintére, ugye, ahogy a olaszosan szokták mondani. Mr. Pintére, I don't want anybody more, azt mondja. This is the perfect candidate. Én megtaláltam ezt a jelöltet, mondja ő. Hát mondom, ne haragudjon, Gualandi úr, én ennek nagyon örülök, de hát még 5-en várakoznak így időrendbe sorba, tehát még ebéd után is jönnének majd 3-an. Tiszteljük már meg őket, hogy velük is beszélünk. Oké, no problem. Na, és akkor az a lényeg, hogy egyébként még utána a harmadik jelölt is annyira jó volt, hogy azt is utána fölvette egy másik pozícióba, csak az egy ilyen az európai pozícióba. Így van. De nagyon kevés ilyen van, pedig a pasi az már akkor ilyen 60-valahány éves volt, kőprofi volt, de mégis tudta, hogy mit akar. Tudta, hogy milyen a jelölt, meglátta benne a nyilván sokkal több emberrel dolgozott együtt, mint akár én, ugye, meg vett részt ilyen kiválasztásokban, kőprofi volt, el tudta dönteni, nem volt tökölődés, nem tudom én, kész, de ilyen azért nagyon ritka. Tehát nagyon sokszor azért ugye van egy előszűrő, személyzet is, vagy HR-es, ugye szebb kifejezéssel, akkor van utána ugye a szakmai vezetővel való megbeszélés. Tehát nyilván azért húzzák, akkor még az európai, közép-európai szakmai vezető még azzal is találkoznak. Hát volt olyan esetem, egy ilyen ellenpéldát mondok, hogy interjú után tulajdonképpen megállapodtak, de azt mondták, hogy nagyon szeretnék, hogyha a finn, ez egy finn cég volt, hogyha a finn igazgató, aki most folyamatosan Szöulban tartózkodik, és egy svéd volt a másik igazgató, az viszont Ausztráliában van, de körülbelül másfél hónap múlva Párizsban lesz egy közös találkozó, és szeretnék, ha a jelölt arra kimenne. Na most ez másfél hónap volt. Utána ott kimentek, nagyon jól sikerült az interjú, még másfél hónap volt, mire meg tudták beszélni, és végül 3 hónap után volt az, hogy azt mondták, hogy oké, akkor alkalmazzuk a jelöltet, tehát mennek ki az ajánlat, visszaigazolta, stb. Most ezért van most csak ilyen fejvadász trükk, ezért szoktam mondani, hogy mi elküldjük a számlát, már amikor visszaigazolják, hogy oké, ezzel a jelöltel tovább tudunk lépni, akkor a második körre vonatkozóan mi már kiküldjük a számlát, mert most minek várjunk 3 hónapot, mire ők majd még végleg találkozni tudnak, azt mondják, oké, ebből a körből tudunk választani, akkor a második etapnak a számláját nyugodtan küldhetjük. Jó, de ha maradunk a jelöltnél és nem a számlánál, akkor tulajdonképpen egy ilyen beszélgetés után, attól függetlenül, hogy mondtad, hogy érdemes egy emlékeztet írni, 1 hét múlva, 2 hét múlva érdemes érdeklődni is. Természetesen, persze. Tehát én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy krokodilbőrés mese nincs, tehát itt nem szabad szégyenkezni. Igenis, érdeklődni kell, mert hajlamosak a cégek elülni. Napi tapasztalatom, hogy május 5-én találkoznak 4 jelölttel, közli a nagyon nagy multicég, annyit mondok, hogy 135 000 embert foglalkoztat világszerte, azért ez elég komolynak tekinthető, és hát beígérik a jelöltnek, hogy 2 héten belül visszajelzünk, most ugye január 5-e van, azóta se jeleztek vissza, tehát hogyha én nem kérdezem meg, hogy tessék már mondani, nem kéne a jelöltnek valamit visszaböfinteni, és akkor mondják, hát igen, megtenni a Pintér úr, hogy akkor visszajelez, hogy hát velük nem szeretnénk tovább lépni, vagy van.
Na, szóval azért mondom, hogy ez minden oldalról megvan. Nagyon ritkán, de a jelölteknél is előfordul, hogy noszogatni kell őket, mert ő még nem tudja, tehát némelyik jelölt azért érdekes, meg kell, hogy mondjam, de inkább a cégekre jellemző. Tehát, hogyha a jelölt nagyon finoman, de érdeklődik annál, akivel az interjút készítették, valószínű legalább két emberrel, akkor azért az semmiképp nem árt. Meglátják, hogy motivált. Uh-huh. Jó, ugye az mai hír, hogy 6,2%-re csökkent, 6,2%-ra a munkanélküliség ráta, ami tényleg kevés, de ugyanakkor meg, amivel kezdtük is a műsort, úgy tűnik, hogy bizonyos szakmákban meg most már komoly hiány van. Tehát mi lesz ezzel? Strukturális. Tehát honnan lesz itt utánpótlás, hogyha azok, akik most kijönnek az egyetemekről, rögtön külföldre mennek dolgozni? Hát a bevándorlók. Jó, de hát tudjuk, a mostani tényleg, kormány nem akar bevándorlókat, tehát... Mert gyakorlatilag azért közöttük is kvalifikált emberek vannak, tehát nyugodtan lehet ezeket az embereket is ugyanígy használni. Hát lehetne, de ez nem jöhet szóba. És megmondom őszintén, én nem látom, hogy mi a jövő, azért nem látom, mert régebben még azt mondták, hogy jó, majd akkor jönnek Erdélyből, meg nem tudom. Igen, ezt akartam mondani, hogy a határon túli területekről se jönnek már, nem ugye? Jönnek, mert jobbak a körülmények. Tehát ugye, amikor mondják, hogy még ugye a hírtel akartam mondani, hogy hívják, pedig nálunk végzett az imónő is, jól tudom, az Eszbíró Zoltán, ugye a Moszkva szakértő. És akkor hát, hogy milyen katasztrofális a Putyin alatti gazdasági viszonyok, meg milyen rosszul, meg ez, meg az, akkor azt szoktam mondani, hogy bocsánat, láttunk az utóbbi 20 évben Magyarországra, hogy szeretne jönni orosz, aki itt szeretne dolgozni, vagy úgy dolgozni, hogy tehát megélhetési szempontból? Nem láttunk, csak turistaként jönnek kőgazdagok, ugye másrészt meg azért jönnek, hogyha egy orosz céget itt vezetnek, vagy ilyesmi. Nem nagyon láttunk ilyet, inkább azt látom tendenciaként, hogy a magyarok mennek, akik tudnak oroszul, azok mennek ki Oroszországba dolgozni, mert baromi jó körülmények vannak. Igen, hát ha körülnézünk, ugye Szlovákiában már jobbak a keresetek, hát, ugye ha Erdélyt nézzük, Romániában szükség van a szakemberekre, tehát ott is megpróbáljuk őket megtartani, és akkor tulajdonképpen marad a vajdaság, de hát onnan is úgy láttam, hogy aki magyar útlevelet kapott, Kína. Az tovább megy, és nem itt akar dolgozni. Az Kína. Tehát az már fölmerült egyébként, hogy idehoznak kínaiakat. Tehát komoly kínai cégek elgondolkoztak rajta, hogy mivel nem találnak magyar munkaerőt, most olyanokat, akik operátorként, ugye ez a munkásoknak a másfél megnevezés, alternatív megnevezése, tehát operátor, munkásemberek, akik az összeszerelést végzik elektronikai iparba, akár autóiparba is, hogy Kínából hoznak ide szakembereket, 200-300 embert adott esetben, csak itt meg kulturális problémák vannak, legalábbis az elején, és akkor ugye erre meg a kínaiakat kell fölkészíteni. Mert viszont a kínai bérek azok hát jóval kedvezőbbek olyan értelemben, hogy a cégeknek kedvezőbbek, mint Magyarországon. Tehát mondjuk Magyarországon egy átlagos munkás bér, én is most hallottam először 26 év után, mert valahogy nem merült föl, vagy nem volt érdekes. Az ilyen, tehát átlag operátor az olyan 95 és 105 ezer forint között mozog, ez mondjuk a nettó. Targoncás, aki már ugye egy magasabban kvalifikált, az olyan 120 és 150 között. Na most ez kínai megfelelőben mondjuk 50 ezer, meg 70 ezer. Tehát körülbelül így néz ki. Vagy még annyi se. Tehát még azzal együtt is megéri, hogy ide kell őket hozni repülővel, vagy nem tudom, ezzel együtt is megéri a foglalkoztatásuk. Jó. Te egyébként mennyire tapasztalod, hogy bizonyos munkakörökre már nincs jelentkező? Tehát te, ha megbíz egy cég most, akkor milyen nehezen találsz jelentkezőt? Találok. Tehát általában azokra a pozíciókra, tehát termelési vezető, főmérnök, minőségbiztosítási vezető. Jó, de ezek nem a piacon vannak, ezek valahol állásban vannak. Ezek valahol állásban vannak, de elmozdíthatók. Tehát én azt veszem észre, hogy általában ezek azért nyitott szemmel járnak a világba, és hogyha az embernek egy olyan megbízója van, ami mondjuk, mint az említett cég, hogy 135 ezer embert foglalkoztat világszerte, meg 200 ezeret, és jó nevű cég, meg nagy nevű, vagy inkább azt mondom nagy nevű cég, ott azért itt is megvan. Jó, tehát, hogy mi motiválja mondjuk őket? Bocsánat, nem igen. Akarom
egyik céget se leszólni, de mondjuk van egy mondjuk azt egy ilyen nem no-name, de mondjuk egy Hyundai-nál dolgozni, ugye, vagy a Mercedesnél. Tehát azért az ugye két kategória. Nyilván. Tehát nyilvánvalóan azok, akik mondjuk a termelési területen most a Hyundai-nál, a Huawei-nél, vagy mit tudom én, hol dolgoznak, azoknak egy Mercedes szintű elektronikai céghez menni dolgozni, az mindig egy kihívás, és mindig egy ezt akartam kérdezni, hogy az motiválja őket, hogy jobb céghez kerülnek, vagy pedig a magasabb kereset? Mind a kettő, a lehetőségek, általában az ilyen nagyobb cégeknél rotációs lehetőség van, ez a munkakört is jelenti, tehát azt jelenti, hogy mondjuk termelési vezetőként, nevezzük így programmenedzserként, vagy termelési vezetőként, egy bizonyos terméket csinálok egy ideig, és fél év után egy teljesen más terméket fogok csinálni, és lehet, hogy egy másik munkahelyen, tehát Budapest környékén, vagy eddig ott voltam mondjuk Budapesten, akkor most egy budai 10 kilométerre lévő területen fogom ugyanezt csinálni, de egy kicsit más. Tehát mindig megvan a munkakörnek a gazdagítási lehetősége, ugye a humán szakmában ezt szoktuk mondani, hogy munkakör enrichment, ezt így hívják, ugye a munkakör gazdagítás, tehát hogy ne égjek ki, hogy mit tudom én, már egy éve vagy két éve ugyanazt csinálom, ugyanaz a termék már rohadtul nem érdekel, stb. Mert ugye a bűvös kocka gyártást is meg lehet unni. Tehát hiába baromi érdekes. De hogy lehet őket megtalálni, mert hiszen kockázatosan lehetem LinkedIn vagy bárhol beírni, hogy én szeretnék váltani. Hiszen a cégek embere is olvassák. Hát azt nem kell, hogy kiírják magukról adott esetben, hogy open, ugye, mert így van, hogy open for challenges, vagy nem tudom én. Másrészt az, hogy open for challenges, hát bárki lehet ugye nyitott a változások iránt. Másrészt meg most, ha fönn van az anyaga, akkor azt bárki megnézheti, és adott esetben azt mondja, hogy küld neki egy üzenetet, vagy ilyesmi. De általában mi szakmánkban ez úgy szokott menni, mivel elég ilyen begyöpösödött területek ezek, most kicsit nem jó szót használtam, de idézőjelbe tenném. Tehát ez a adott területen mindenki ismer mindenkit, tehát kígyó a saját farkába harap egy idő után, tehát pont egy quality manager, egy supply chain manager, tehát a, hogy is mondjam, ellátó láncok biztosítása, ugye ez a supply chain, tehát gyakorlatilag logisztika, így mondanánk, ezeken a területeken egymást ajánlják. Na most mi szinte a kezdetettől fogva 25-6 éve, amikor elkezdtük, akkor mindig ez a szájhagyó, word of mouth-nak is hívják, tehát ez a szájhagyomány útján, tehát hogyha van nekem egy jó kontaktom mondjuk egy adott területen, tehát egy ipari termelő cégnél quality manager, akkor azt megkeresem, és azt mondja, hogy hát én most nem érdeklődöm, mert jó érzem magam, vagy magánvállalkozást csináltam, vagy bármi az égvilágon, de rögtön tudnék három nagyon jó embert, akikkel együtt dolgoztam a Nokia-nál, Komáromba, akivel együtt dolgoztam a Nilfix-nél, nem tudom hol, akivel a Viltech-nél itt és ott, és akkor megadom az elérhetőségét, e-mail címét, stb. Egyébként itt már rögtön bejön a LinkedIn, mert nagyon sokan arra hivatkoznak, hogy ott van a LinkedIn-en, majd megadom a LinkedIn profilját. És akkor oda már ugye tud az ember hivatkozni, vagy megkeresi, ír neki egy üzenetet, stb. Tehát valóban, hogy a LinkedIn az egy nagyon feljövőben lévő közösségi oldal. Én magam azt szoktam mondani, amikor a haverok ott a pubban mondják, hogy ha Zsoltot lát, nem is látunk Facebook, mit, hát nem is vagy ott a Facebookon, figyelj, mi a LinkedIn-en vagyunk. Tehát a profik, azok a LinkedIn-en vannak. Jó, köszönöm, akkor tekintsük ezt végszónak. Köszönöm. Viszontlátásra.